Ma már mondhatjuk, hogy digitális korban élünk. Szerinted a művészet is digitalizálódni fog? Afelé tartunk, bár azt az irányvonalat, amit én képviselek, abszolút nem szeretném összehasonlítani a festészettel. Nekem vannak ötleteim a jövővel kapcsolatban, hogy tudnám ezt a kettőt ötvözni, és egy részét digitálisan szerkeszteném, és a másik részét pedig festeném. Ehhez még úgy gondolom, hogy sok munka van előttem, de remélem, hogy egy nagyon jó dolog fog kisülni belőle. A képek ötlete az úgy született, hogy mikor összeköltöztünk a párommal, nagyon szép volt a lakás, de üresek voltak a falak, és így született meg a legelső képem. Magunknak terveztem. Elvittem a keretezőhöz, és mikor mentem érte, a keretező mondta, hogy többen is érdeklődtek, hogy meg lehet-e vásárolni, van-e elérhetőség, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ha ez másoknak is tetszik, akkor ezzel érdemes foglalkozni. Számomra ezek a képek kifejezési eszközök. Építészként dolgozom a mindennapokban, és úgy gondolom, hogy az építészeti stílusomat képek formájába is tudom önteni. Milyen a te építészeti stílusod? Rám a leginkább jellemző a minimalizmus, a letisztult terek, az egyszerűség. Úgy gondolom, hogy a kevesebb néha több. Nagyon sokszor alkalmazom a látszóbetont, mint szerkezetet. Felületként, egy interiőrben is akármennyire tűnik rideg anyagnak, számomra az ellenkezője pont, hogy egy melegséget áraszt. És ezért is gondolom úgy, hogy ez egy építészeti védjegyem. Ami a képeimet leginkább jellemzi, azok a geometrikus formák, a beton textúra, valamint a pasztelszínek harmóniája. Hogyha megnézzük a képeimet és a kollekcióimat, talán a kezdetektől megvannak azok a színek, amiket szeretek használni, és amik jellemzőek is. És úgy gondolom, hogy ez nem véletlen. Sikerült megtalálnom azt az összhangot, amivel ezeket párosítani tudom, és egy pozitív kép alakul ki belőlük. Hogyan készülnek a képek? Digitálisan szerkesztem, és vászorra kerülnek nyomtatásra. Én azzal az építészprogrammal tervezem a képeimet, amivel egyébként a házakat is tervezem. Egész egyszerűen vonalak és kitöltések formájában. Van, hogy a programon belül illesztem be a textúrákat, de a legtöbb esetben Photoshoppal rádolgozom. Csak kész alkotásokból lehet választani, vagy akármilyen egyedi megrendelést is teljesítesz? Vannak kollekcióim, általában ez a kiindulási alap, de szoktam együtt dolgozni lakberendezőkkel is, illetve valóban egyedi kérés is megvalósítható. Többször is előfordult, hogy konkrétan küldtek egy színkódot, egy falszínkódot, és szeretnék, hogyha ez valamilyen formában megjelenne a képeken, akkor szoktam kérni tőlük, hogy esetleg küldjenek képet a szobáról, a helyiségről, hogy hova kerülne, mert úgy gondolom, hogy nem csak a falszín, hanem maga a bútorok is befolyásolják mindezt, és akkor ez alapján születik meg a végleges. Kialakult már benned, hogy milyen a legkedveltebb motívum, és esetleg abból többet készítesz? Igen, van egy motívum, illetve hát mondhatjuk, hogy egy ikonikus jelkép, amit nagyon-nagyon szeretek. Pécsi vagyok, Pécs jelképe a tévétorony, és ebből több kollekció is készült már. Sokan kérdezték, hogy miért pont a tévétorony. Az én szívemhez ez áll legközelebb, és múltkor így végig gondolva minden mindennel összefügg. Egy tévétorony gyakorlatilag egy vasbeton szerkezet, és itt most megint visszakanyarodok a betonhoz, tehát a beton textúrához, amit már említettem, hogy az építészeti stílusomra is jellemző abszolút. Én nagyon szeretem ezt a textúrát.